lassan régi fényében tündököl, jövő nyáron nyithat újra a szabadkígyósi kastély. Elsőként a Gabona Múzeum nyílt meg a megyében, lassan újraindulnak a kulturális közösségek. Van sütnivalónk, gasztronómiai pályázatot hirdet a médiacentrum. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások vehetők igénybe, közölte az országos tiszti főorvos pénteken. Ilyenek a nem népegészségügyi célú szűrővizsgálatok, köztük az alkalmassági, szív- és érrendszeri, illetve szájüregi szűrővizsgálatok, valamint újra lehet tervezett műtéteket végezni. Müller Cecília azt is közölte, hogy visszavezetik a krónikus és kúraszerű ellátásokat. A kórházakban a koronavírus betegek számára elkülönített ágyak egyharmada lesz felszabadítható. A tiszti főorvos leszögezte, az ellátásokra továbbra is be kell jelentkezni, majd a betegeket az egészségügyi ellátó döntése alapján sorolják be. A szolgáltatások csak akkor vehetők igénybe, ha az érintettnél nem merül fel koronavírus gyanú. Jövő nyáron nyithat újra a szabadkígyósi Wenchem kastély. A műemléket 3,2 milliárd forintból újítják fel. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogramban országszerte összesen 33 műemlék újul meg. A projektben szereplő kastélyok és várak nem csak régi szépségüket nyerik vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodnak annak érdekében, hogy adottságaikhoz igazodó módon megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek. Éppen ezért itt egy olyan recepciós pultot rendezünk be, ahol tulajdonképpen a látogató elkezdi azt az időutazást, amelynek során meg tudja tekinteni a kastélyt. A 2019-ben elkezdődött felújítási és rekonstrukciós munkálatok során megújul a kastély, valamint a francia kert is teljes díszében fogadja majd a látogatókat 2021 nyarán. A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram jelmondata a múltunk jelen időben, ez hatványozottan igaz a kiáltásokra is, amelyeket ezekben az épületekben rendezünk. Nagyon fontos, hogy hiteles, ugyanakkor friss, interaktív kiáltások készüljenek. A szabadkígyósi Wenchem kastély felújítási projekt összértéke több mint 3 milliárd forint, ebből mintegy 1,5 millió forint kormányzati támogatás. A fő cél úgy Szabadkígyós, mint Békés megye turisztikai kínálatának láthatóbbá tétele, versenyképesebbé tétele és jó hírének mind az országon belül, mind az országhatárokon túl megismertetése. A járványügyi helyzet kedvező alakulásával összhangban valamennyi a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Birtokában lévő összes parkot és kertet megnyitja a nagy közönség előtt május 15-től. Az emlékhelyek a pünkösdi hosszú hétvégéig ingyenesen látogathatók. A korlátozások enyhítésével a kulturális élet is újra elindul. A megyében elsőként a Békéscsabai Gabona Múzeum nyitotta meg kapuit. A Gyulai úton pénteken délelőttől várják az érdeklődőket. Az 1824-ben épült Csabai tanya, az 1875-ös építésű vésztőmágori szín, a teljesen felújított csókási szélmalom. Csak néhány megtekinthető épület a Csabai tanya és gabona termesztés történeti kiállítóhely látnivalói közül. Péntek reggeltől ismét látogatható a Munkácsi Mihály Múzeum szabadtéri kiállítóhelye. Végre megnyílik egy kulturális intézményegység, a Gabona Múzeum, ami azt gondolom, hogy egy sokak által várt eseménysorozat első eleme, amikor visszatér az élet a kulturális közösségi terekbe, a kulturális intézményekbe is, és ennek az első úgymond nyertesei a szabadtéri múzeumok, a Munkácsi Mihály Múzeum esetében a Gabona Múzeum. A 7 hektáros területű miniskanzenben megtalálható az 1800-as évek közepén csókáson épült és 1970-ben Békéscsabára telepített szélmalom. A négyszintes malom különlegessége, hogy szélirányba forgatható, így bármilyen irányú légmozgás esetén őrültek a malomkerekek.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a kormány engedélyezte a szabadtéri múzeumoknak a megnyitását. Mi itt Békés megyében elsőként megnyitjuk a Gabona Múzeumot, amely 7 hektáros területen várja a látogatókat, műemléki épületekkel, nagy attrakciókkal és látványosságokkal. A Békéscsabai Gabona Múzeum a jelenlegi higiéniai ajánlásoknak megfelelően várja az érdeklődőket. Az intézmény az ajánlások szerint a távolságtartási követelmények betartásával szájmaszkban látogatható hétköznaponként 9-től 17 óráig. Újra kinyitott a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság Szarvason. A látogatók többek között vadmacskával, uhuval, porzzal és bölénnyel, összesen több mint 50 állatfajjal és igen gazdag növényvilággal ismerkedhetnek meg a Körösföldi Látogatóközpont parkjában. 2 hónappal eltolódott a szezonnyitás a Körösvölgyi Látogatóközpontban, azonban a fenntartók kihasználták az időt, és addig is a parkot szépítették. A park vezetője elmondta, hogy már a nyitás első napján nagy volt az érdeklődés, a hétvégére pedig még több látogatót várnak. Hosszú idő után már az emberek igénye megvolt arra, hogy ismételten egy picit a szabadba kijöjjenek, itt nálunk egy kellemes sétát tegyenek, ismételten az állatokkal tudjanak találkozni. Több mint 50 féle Kárpát-medencére jellemző állatfajt tudnak itt nálunk megtekinteni testközelből, az európai bölénytől a nádi farkason keresztül a fakókeselyűig, nagyon sokféle érdekes állatfajjal lehet találkozni nálunk. Körömi Krisztina hozzátette, hogy számos érdekesség történt a parkban az elmúlt hónapban. A gímszarvas például február végén elhullajtotta az agancsát, időközben pedig újat növesztett. Emellett több kiskacsa és vaddisznó malac is született. A látogatóközpontban megismerhető az eredeti ártéri növényvilág és a meglepően gazdag állatvilág. Többek között látható vadmacska, borz, róka, bölény és uhu is. A közeljövőben pedig új állatfajjal is találkozhatnak majd a látogatók. A park hétfő kivételével minden nap 9 és 17 óra között várja az érdeklődőket. Csökken a megbetegedések, halálesetek és az aktív fertőzöttek száma, ami annak köszönhető, hogy Magyarország fegyelmezetten betartotta az intézkedéseket, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön. Gulyás Gergely kiemelte, hogy hétfőtől a vendéglátóhelyek belső üzlethelyiségeit is használhatják a vendégek bizonyos feltételekkel. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt is bejelentette, hogy június 1-től a nagyobb esküvők és lakodalmak is megtarthatók. Május 4-e óta lazító intézkedések vannak érvényben a vidéki településeken. A nyári szezon az esküvők és a lagzik időszaka, fogalmazott Szentkirályi Alexandra. A kormány szóvivő elmondta, ennek kapcsán sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon lehet-e idén lakodalmat tartani. A rendezvények tekintetében ugyan a korlátozások továbbra is érvényben vannak. Ugyanakkor arról született döntés, hogy vidéken és Pest megyében június 1-től maximum 200 főig rendezhető esküvő, illetve lagzi. Nyilván itt is a megfelelő szabályok, tehát például az asztalok közötti védőtávolság betartásával. Békés Csabán a veszélyhelyzet ideje alatt 5 fő jelenlétével lehetett házasságot kötni. Szarvas Péter elmondta, hogy a lazítások értelmében mostantól szűk családi körben megtarthatóak az esküvők a városházán. Most jegyző úrral áttekintettük a helyzetet, és úgy döntöttünk, hogy szűk családi körben, a városháza mokos termében, tehát egy nagyobb teremben tartható lesz majd esküvő. Ennek a helyszínét már kialakítottuk. A helyszínen, miután fedett helyről van szó, természetesen a 1,5 méteres személyek közötti távolságot biztosítani fogja a polgármesteri hivatal. Az egyházi esküvők tekintetében a Békéscsabai Református Egyházközség lelkésze elmondta, bár a megfelelő óvintézkedések betartása mellett lehetne esküvőt tartani, jelenleg mégsem teszik. Akik voltak bejelentkezve, azok is lemondták az esküvőt, hiszen ugye egy nagy családi esemény ez a legtöbb helyen, és ez azzal jár, hogy ugye időseket is hívnak,
messziről jövőket is hívnak. A katolikus egyházban is hasonló a szertartási kedv. Szigeti Antal plébános elmondta, hogy egyedül a házasulandókon múlik, hogy megtartják-e az esküvőt. Ugyanakkor azt tapasztalja, hogy a fiatalok egyelőre inkább halasztják az esküvőket. A Békéscsabai Médiacentrum gasztronómiai pályázatot hirdet, Van sütnivalunk címmel. A feladat egy adott otthoni recept elkészítése, amelyet egy fotón is meg kell örökíteni. Egy versenyző több fotóval is elindulhat, a receptek mellékelésével. A nyertesek értékes ajándékcsomagot kapnak, a kezdeményezéshez több Békés megyei vállalkozás is csatlakozott. A Békéscsabai Médiacentrum gasztronómiai pályázata főként azokat szólítja meg, akik otthon töltik az idejüket, és szeretnek sütni, főzni. A pályázat célja az, hogy megmutassuk a helyi értékeinket. Tehát a pályázaton azt szeretnénk kérni a résztvevőktől, hogy helyi alapanyagokból készítsék el azokat az ételeket, amelyeknek a fotóit elküldik nekünk. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy szeretnénk kérni, hogy a fotón szerepeljen az elkészítő, tehát maga a mester. A verseny fővédnöke, Prohászka Béla Venezdíjas mesterszakács elmondta, hogy a program lehetőséget nyújt arra, hogy jobban megismerjük a saját településünkön, a megyénkben élőket. Ha a környezetünk értékeivel tisztában vagyunk, tudjuk azt, hogy a szomszéd mit készít, vagy a másik utcában mit készítenek, akkor az sokkal jobb, mert az hozzánk kötődik. Az, hogy Békés megye nem véletlenül Magyarország édeskamrája. Hogyha azt nézzük, nagyon sok élelmiszergyártó cég van, nagyon sok élelmiszergyártók vannak, és hát ugye itt terem mindig, szoktuk mondani, legelőször azok a primör termékek, amiből nagyon finom ételeket lehet készíteni. A pályázatot az egyik mezőberényi vállalkozás is támogatja. Tradicionális termékeik közé tartozik a tarhonya, a lebbencs, az eperlevél, a sodort csigatészta, amelyek helyet kapnak majd az ajándékcsomagokban is. A dolgozóink között, a munkatársaink között is van már olyan munkatárs, aki 20 éve ott dolgozik. Tehát ez a segítségnyújtás, az, hogy együtt erősek vagyunk, hogy odafigyeljünk egymásra, ez azt gondolom, hogy benne van abban az értékképviseletben, amit a cégünk képvisel. A kezdeményezés mellé a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is odaállt. Ötletet és ezt a programot most próbáljuk országos szintre emelni, és örömmel jelentettem azt is ki, hogy a Kamaránk budapesti központja is érdeklődést mutatott, és valószínű, hogy ez több megyében is megrendezésre fog kerülni. A verseny részletes leírását és folyamatos eredményeket a behir.hu oldalon olvashatják az érdeklődők. Májustól indul a felhívásunk, és egészen szeptemberig tart, és minden hónapban fogunk győztest hirdetni, és a legvégén pedig még egy meglepetéssel is készülünk. A pályázaton minden Békés megyei lakos részt vehet. Az elkészített pályamunkák fotóját és receptjét a szerkesztőség@bmc.media.hu e-mail címen várjuk. Az e-mail tárgyában Van sütnivalónk cím szerepeljen. A 7.tv híradóját Csifári Zsuzsanna tudósította. Sporttal folytatjuk. Tóth Gábor lesz a Szwiterszki Békéscsabai Röplabda Sportegyesület felnőtt csapatának új vezetőedzője. A 36 éves szakvezető a szlovén Vasja Samec Lipicert váltja a BRS-ek kispadján. Tóth Gábor 2+2 éves megállapodást írt alá. A BRS-e együttese március elején a Haladás ellen lépett pályára utoljára ebben a szezonban. Mint később kiderült, a szlovén Vasja Samec Lipicer ekkor irányította utolsó alkalommal a csabai együttest. A klub elnöke kiemelte, ugyan elégedettek voltak a szlovén szakember munkájával, de a koronavírus járvány és az ezzel járó gazdasági változások miatt újra kellett tervezni az egyesület eddigi koncepcióját. Baran Ádám hangsúlyozta, ennek részeként született az a döntés, hogy Tóth Gábor lesz az új vezetőedző.
minden körülményt mérlegre téve választottuk ki a fiatal magyar szakembert, aki ismeri a magyar piacot, a magyar nemzeti csapatnál dolgozott a magyar játékosaink magjával, illetve a külföldi játékosok kiválasztását is már közösen tesszük meg. Tóth Gábor korábban már dolgozott a Csabai klubnál. 2016-ban érkezett a BRS-éhez is, Sasa Nedeljkovics másodedzőjeként, valamint az utánpótlásban dolgozott. Az előző két évben az MTK vezetőedzőjeként tevékenykedett. A 36 éves szakember célja, hogy hazai és nemzetközi szinten is sikeres csapatot alakítson ki. Egy agresszívan és pontosan röplabdázó hatékony csapatot szeretnénk építeni, ami megfelel a szurkolók és a mi általunk támasztott elvárásoknak is, ami nyilván elég magas. Az, hogy ez helyezésekben hogyan mutatkozik meg, arról nyilván még felelőtlenség lenne bármit is kijelenteni. Érmet szeretnénk szerezni, ez az első és legfontosabb. A szakember 2+2 éves megállapodást írt alá. A vezetőedző a tervek szerint júniusban kezdi a munkát a felnőtt csapat magyar játékosaival. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!